Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás október 6-áig, hétfő. Az itt felül látható, hiszen a hold uralkodik hétfő felett. Ezen a napon a nap és Merkur bolygó együtt hat. Itt tisztázódnak bizonyos dolgok. Lesznek fontos beszélgetések. Ez lehet, hogy ami a kormányt illeti, és lesznek fontos politikai események, hírek, ez a beszélgetés lehet az apukáddal, vagy a főnököddel, de azt is jelentheti ez a konjunkció, hogy egy beszélgetés által, vagy szerződések által tisztázódnak bizonyos dolgok, és tisztán látod a helyzetet. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt látható egy gazdag, jóindulatú férfi. Lehet, hogy itt lesz egy anyagi segítség, vagy egy munkahelyi ajánlat, de ez a kép szimbolizál valakit, aki jóindulatú és adakozó, segít neked. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, itt van a szimbóluma. Nagy szerencse fog érni. Minden életterületen lehet ez egy jó munkahelyi ajánlat, egy nyeremény, pénzbevétel, jó szerződések, szép családi kapcsolat, vagy szerencse a párkapcsolat területén. Szerdán Merkur bolygó uralkodik. Ezen a napon új hold van. Az jelenti a visszahúzódást, meg hogy jót tenne az, ha meg lenne a belső nyugalom, vagy egy meditáció. Ezen a napon van egy nap finsternis, de nálunk Európában ez nem látható. Itt vannak karmikus témák, mint mindig finsterniseknél. Itt a múltról van szó, érzelmekről van szó, visszatekinteni a múltba, vagy lesznek emlékek. Ezen a napon, tehát szerdán van egy Lilith energia is, ami aktiválja nálunk a vágyakat, az elképzeléseket, az álmokat, de ez olyan messzinek tűnik, vagy úgy gondoljuk, hogy ez nem elérhető, az is lehet, hogy valaki azt mondja nekünk, ah, ne álmodozz ilyen sokat, ebből úgy sem lesz semmi. Fontos az, hogy ne adjuk fel a terveinket. Megnézzük, hogy mit mutat a szerdai napon a kártya. Lesz egy jó hír, ami örömet okoz, vagy egy előnyös szerződés. Ha van egy vizsgád, az is sikerülni fog. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Itt látható egy férfi, és szerintem ez a kép tényleg a férfiakra utal, fáj a feje, sokat töpreng, valami miatt elgondolkozik, de nem érzi jól magát. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Itt látható egy tolvaj. Lehet, hogy tőle elloptak valamit. Ez lehet pénz. De lehet az is, hogy valaki rabolja az energiáját, valaki rabolja az idejét, nem tud nemet mondani, de ezt nem akarja ezt a helyzetet, emiatt töpreng, fáj a feje. Vagy az is lehet, hogy ez egy kifogás, mert nem akarja kimondani azt, hogy nincs ideje vagy kedve segíteni, és erre utal, hogy most fáj a feje, most nem tudok jönni. De ez a tolvaj néha tud segíteni.
Hiszen ha tényleg arról van szó, hogy csütörtökön fájt a feje, meg töprengett valami felett, akkor pénteken már jobban érzi magát, hiszen a tolvaj eltávolítja a fejfájását. Szombat az itt látható. Itt látható a mozgás, előre mennek az események, és lesznek változások. Vagy költözködés, vagy valaki közeledik hozzád, meg akar látogatni téged. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya erre a napra. Itt láthatóak a magas célok. Lehet, hogy még itt alul vagy a házban, és a cél ez a vár, de eléred a céljaidat, sikereid vannak, ne add fel. És ez volt a heti jóslás, amennyiben tetszett a videó. Örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!